Nagyobb volt a füstje, mint a lángi annak a komment cunaminak, ami egy jászberény közösségi csoportban autós felvonulás ötletéhez vezetett a Hentes utcában. Egy jászberényi hölgy sérelmezte a reggeli hangos forgalmat, ami mellett már nem tud aludni. Erre válaszol a kommentelők, felháborodott, olykor pedig sértő vagy humoros posztjai, mémjei záporoztak. Én a Hentes utcában akarok lakni. Ez őrültség! Tudom, de komolyan gondolom. Stábunk kilátogatott reggel az ominózus utcába, ahol valóban jelentősebb forgalom tapasztalható, de a közben meghirdetett szerda reggeli autós felvonulós hangos ébresztős eventre viszont csak egy-két autós jelent meg. Volt, aki padlógázzal fejezte ki ellenvéleményét, illetve egy fiatalember pedig csalódottságának adott hangot, mert reggel mégsem jelentek meg a közösségi csoportban szervezkedők. Kíváncsiságból azért jöttem ki, mert a sok kommentár, a sok poszt miatt, hogy végül is itt a jászberényi lakosok tényleg mennyire tartanak össze, és mennyire gondolják felháborítónak ezt a tegnapi bejegyzést. Hát kicsit csalódott vagyok azért, hogy nem sokan, sőt, egyáltalán lényegében senki nem jött ki. Nagyon sokan, hogy erre járnak, jönnek, mennek, viszont nem állnak meg. Feri elmondta, hogy ő is egy forgalmas út mellett lakik, így simán sok száz másik emberrel együtt panaszkodhatna, de nem teszi. Kerestük a poszt íróját is, hogy mondja el véleményét, de nem sikerült elérnünk. Közben viszont a történtekkel kapcsolatban felmerült a cyberbullying, magyaros elnevezéssel az internetes zaklatás esete is, ami a jászberényben láttam-hallottam közösségi csoportban szintén megosztotta a kommentelőket.